A művelődési ház előtti teret már kora reggel lezárták. Autók helyett elektromos mopedek álltak a parkolókban. Bár nagyon meleg volt, sokan eljöttek, 21 településről közel 500-an. A mozgáskorlátozottak Csongrád megyei egyesülete idén először Szegváron tartotta éves találkozóját. Arany Lajosné, az egyesület szegvári csoportvezetője nyitotta meg a rendezvényt, majd Gémes László köszöntötte a vendégeket. Örömünkre szolgál és megtiszteltetésnek vesszük, hogy a mozgáskorlátozottak Csongrád megyei egyesületének találkozóját itt Szegváron rendezhetjük meg. A találkozó főszervezőjének egy csokor virággal köszönte meg a szegvári emberekért végzett áldozatos munkáját és a mai rendezvény remek szervezését. Még a jó időt is Katika intézte el, mondta a polgármester. Gyömér Ferencné arról beszélt, mindannyian olyan közösséghez szeretnénk tartozni, akik segítik egymást a bajban. A mozgáskorlátozottak egyesülete pontosan ilyen, mondta a nagyközség jegyzője. Varga Ottóné, már nyugdíjas tiszteletbeli elnököt külön köszöntötték. 96-ban volt már erre egy kis ráhangolódás. Azóta szinte minden évben megrendezik ezt a találkozót. Nagyon fontos, hogy legalább évente egyszer személyesen is találkozzunk, mondta Cumandró Angéla, megyei elnök. A hivatalos megnyitott kulturális programok követték. Elsőként a szentesi pszichiátriai gondozottak léptek fel. Jelbeszéddel kísért előadásuk nemrégiben előkelő helyen végzett a Gyulai Együttérzés című filmfesztiválon. Majd a szegvári óvónők báb előadása következett, később többek között a Dobbantó Néptánc Együttes lépett színpadra. Molnár Henrietta egy gyönyörű népdallal szórakoztatta a közönséget, majd a Derekegyházi Nyugdíjas Klub következett egy fergeteges produkcióval. A szegvári Fuszújka Nyugdíjas Klub pedig lakodalomba invitálta a közönséget. Szép megy asszony, gyere ki, vár a párod, gyere ki. A MEOSZ, vagyis a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1981-ben alakult. Később létrejöttek a megyei egyesületek, és 10 évvel később a szegvári csoport is. Csongrád megyében körülbelül 2000 mozgássérült él. Van, aki születése óta beteg, és olyan is, aki később válik mozgáskorlátozottá, egy baleset, agyvérzés vagy ízületi kopások miatt. A kisteleki Széchenyi Zoltán nagyon aktív életet élt, 2 munkahelye volt egyszerre. Mezőgazdasági kistermelőként nagyon sokat dolgozott, aztán ez 54 éves korában egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozott. 2011-ben kaptam sztrókot, vagy agyérzáródást, aminek következtében a bal oldalon, a kezem, lábam lebénult. Bár sok mindenben a családja segítségére szorul, tulajdonképpen nincs elkeseredve. Ebben a motoros székben éli az életét, közgyógyra kapta, ezzel jár gyógytornára. Ha ez nem lenne, akkor mi lenne a megoldás? Hát
maradna a benti kerekesszék, vagy ami a Jobbik nehezebb, ugyan, de Jobbik megoldás, hogy azóta már még tanultam volna járni. Mert rákényszerültem volna. Persze hiába szupermodern kerekesszék, repülni nem tud. Rámpa híján egy néhány centis lépcső is leküzdhetetlen akadály. Pedig a középületek már 1998 óta, vagyis közel 20 éve akadálymentesek. Elvileg. Elég sok településen, nagyobb városokban is ez nem megoldott még mindig. Nyilván, hogy az újaknál már ez kötelező, de ugye beszélünk régi intézményekről, ahol sajnos biztos nincs pénz arra, hogy ezt megvalósítsák. Szegedi bíróság, tehát nem tud följutni egy mozgássérült. De ne menjünk ilyen messzire. Tudják, mi a közös a Szentesi Nagypostában és a Művelődési Házban? Akkor figyeljenek! A postára is nehéz bejutni, bár az akadálymentes, mert a kerékpárosok elállják azt a feljárónak az útját. Viszont az ifjúsági házban sok jó program van, de oda képtelenség bejutni. Az ugye sok évvel ezelőtt készült, akkor még nem figyeltek ezekre a szabályokra. Szentesről közel 40-en jöttek a megyei találkozóra, főként idős emberek. Alig van fiatal, mondja a csoport vezetője. Nagyon kevés az ifjú tagunk, a 18 év körüli, vagy illetve akár 40 éves korig is alig van. 63 éves az átlag életkorunk, tehát inkább idősebb korosztály. Mi lehet ennek az oka? Nem érdeklődnek a mi tevékenységünk iránt. Lehet, hogy dolgoznak? Nem viccelek. 2011-ben a kormány drasztikusan leszűkítette a rokkantsági ellátásra jogosultak körét. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Több mint 10 000-en vesztették el rokkantnyugdíjukat. Az ukáz úgy szólt, keressenek munkát. Persze azért kormányapuka is segített, úgynevezett rehabilitációs hozzájárulással, amit olyan cégek kapnak, akik hajlandóak mozgássérülteket alkalmazni. Ugye milyen jól hangzik? Papíron. A valóságban nagyon-nagyon ritka az a cég, ami fölvállalja. Tudok olyan Csongrád megyei nagy foglalkoztatóról, akik inkább kifizetik a rehabilitációs hozzájárulást, annak ellenére, hogy foglalkoztatnának megváltozott munkaképességű embereket. A gond az, hogy a munkaadók félnek a megváltozott munkaképességűekről, úgy gondolják, hogy ők többször betegek, többször mennek el, pedig én úgy gondolom, hogy akik igazán dolgozni akar, az jobban bizonyít, akár mint egy egészséges. Ha most meg kellene satszolni, tényleg csak nagyjából, hogy hány ember van ma ellátás nélkül betegen, akkor mit mondana? Sajnos erről semmilyen statisztika nem készült, nem tudok róla pontos a számot mondani, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan, vagy pedig csak 22.800 forintban részesülnek egy hónapon. Víg János önkéntes polgárőr azon kevesek közé tartozik, aki mozgáskorlátozottan is talált munkát. Persze kereste is. Eredetileg gépjármű villamossági szerelő, most kapcsolókat bütyköl egy kecskeméti cég szegvári telepén. Egyébként ez az egyetlen cég a környéken, aki hajlandó a hozzá hasonlókkal dolgozni. Súlyos gerincsérve és epilepsziája miatt évekkel ezelőtt leszázalékolták. A csekéke alapellátást egészíti ki a fizetése. De nem csak ezért dolgozik. Én mai napig nem tartom magam annyira leesetnek, hogy ne tudjak dolgozni. És ez ösztönzött egész életemben, azt lehet mondani, hogy dolgoztam végig, és ez motivál, hogy én is ugyanúgy szeretnék dolgozni, mint a többi, aki egészséges. És lássanak csodát, most már ő is egészséges, mert hogy látva igyekezetét, megvonták tőle az ellátást. De nem ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a munkahelye se kap utána rehabilitációs hozzájárulást, vagyis már nem is annyira éri meg őt alkalmazni. Igazi 22-es csapdája. Rosszabbul jártam, mert így most fölvállalva lecke, hogy mi van, ha. Tehát, hogyha én azt mondják, hogy mennem ki, akkor megyek, mert nem tudok neki mit csinálni, és ez visszás. Se ellátás, se fizetés. Se ellátás, se fizetés. Esetleg utána, hogyha, tehát ami marad most, közmunka. Nem akarom falra festeni, de még ez is benne lehet. A mozgáskorlátozottak szegvári csoportja hamarosan 400-ados jubileumát ünnepli. 165 tagjával a második legnépesebb csoport a megyében.
Aranyi Katika hosszú évek óta vezeti a csoportot. Ha kell, elektromos mopedet szerez, vagy segít elintézni a fürdőszoba átalakítást. Bár azt mondja, ez egyre nehezebb feladat. Fölemelték a 150 ezer forintos segítséget fürdőszoba átalakításra 300 ezer forintra, de a hozzájutás az majdnem képtelen. Tehát az nagyon, az ügyintézés is hosszú folyamat, de az még a legkevesebb, tehát a hozzájutás. Tehát amiben lehet, mindenbe belekötnek. Tavaly mindössze egy fürdőszoba átalakítást sikerült kijárnia egy súlyos mozgássérültnek, pedig rászoruló van bőven. A nagyközség akadálymentesítésével viszont nincs problémája. Az önkormányzatnál is átépítéssel, újra építéssel ez megoldott, a művelődési háznál belső udvarrész megoldott, az nagyon szépen ki van építve, tehát elektromos mopeddal is be tudnak állni. Hát hiányosságok, hát még van, ahon van, de hát azon van az önkormányzat is, meg mi is azon, hogy segítünk is, hogy minél előbb létrejöjjön. Morvai László az egyesületen keresztül a Máltai Szeretetszolgálattól kapta ezt az elektromos mopedet. Enélkül ki sem tudna mozdulni a házból. Úgy néz ki, hogy ha nem volna, akkor én nem még mozdulni sem bírok. De mi még nagyon sok mindenre használunk. Hova szokott vele közlekedni? Mindszentre is. Mindszentre, mert a lányom ott lakik, Mindszentre aztán. Jó az idő. Az egy komoly túra, nem? Mennyi ideig tart? Hát fél óra. 30 perc. Na. Ennek mennyi a végsebesség? 14 km óránként. László Mindszentnél tovább nem merészkedik. Az elektromos mopedet nem lehet buszra rakni, anélkül pedig nem tud közlekedni. Súlyos beteg. Megkérdezhetem, hogy mi az ön betegsége? Tüdőasztma. A kormány tesz értünk, mert tesz valószínű, de sajnos nem nagyon érezzük. Ezen a találkozón szinte József az egyetlen, aki a hagyományos kézihajtású tolókocsival közlekedik. Számára ez természetes, sosem tudott járni. 8 hónaposan a védőoltás bevezetése előtt alig egy évvel betegedett meg gyermekbénulásban. Több testvére van, ők nem kapták el a betegséget, szerencsére. Kiváló! Kiváló! Igen, még másfél óra. Azt még kivárjuk szerintem. Én is. A Szegvári Művelődési Ház megközelítése, ha lehet így fogalmazni, gördülékenyen megy. És Szentes is jól áll akadálymentesítésben, de az épített környezet hiánya József szerint is még mindig óriási probléma. Én szerencsés ember vagyok, mert Szentes városában lakom, és ott az önkormányzat az akadálymentesítés nagy mértékben elősegítést csinálja, és odafigyelnek, és a mozgássérült csoport, a helyi csoportnak a véleményét minden alkalommal kikérik, amelyet most itt és ebben a műsorban meg szeretnék köszönni. Úgy, mint a polgármesternek, akár a műszaki osztálynak, bárkinek, aki ebben tesz valamit. Nagyon szomorú példa van sajnos Szentes városában, amire felhívnám az illetékesek figyelmét, a kórháznak az akadálymentesítése. Szentesváros kórháza nem akadálymentes épületekkel rendelkezik. József világ életében dolgozott, 27 évig műszerészként, most úgynevezett sorstársi tanácsadó az Öné Egyesületnél. Sok mozgássérülttel találkozik, pontosan ismeri a problémáikat. A sorstársaim nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek ebből az új minősítési rendszerrel. Engem hál' Istennek nem érintett, de nagyon sok ember tragédiáját jelentette. 40-50 ezer forintból élnek az emberek. Ebből ma Magyarországon nem lehet megélni. Persze azért ő is egyetért, hogy a betegnek is akarni kell. Ha teljes gyógyulást nem is, élhetőbb életet mindenképpen. Érdekes és teljesen véletlen, hogy a magyar paralimpiai csapat éppen a találkozó napján utazott Rio de Janeiroba, a paralimpiai játékok idei helyszínére. Köztük van Sztanó György, szentesi erőemelő. Most egy ország szurkol neki. A 8. helyet, ha elcsípném, az lenne a legjobb. Nekem az már egy öröm lenne, a 8. helyezést elkapnám. Nyilatkozta kollégánknak a kiutazása előtti napokban. Gyuri Dél-Amerikában vívja a harcát, mások itthon, de a cél ugyanaz. Emberhez méltó életet élni, még akkor is, ha ez időnként nagyon nehéz.